Megtelt a Continental Arena kedd délelőtt az érdeklődő középiskolásokkal. 17 nyíregyházi intézményből mintegy 1500 diák vett részt dr. Zaher Gábor toxikológus előadásán. A főorvos azzal kezdte a rendkívüli osztályfőnöki órát, hogy a mai fiatalok számára a drogok szempontjából is kinyílt a világ. Akár pár perc alatt is hozzájuthatnak egy marihuánás cigihez. Napközben sokkal könnyebb dönteni és azt mondani, hogy nem, de szombat hajnali fél kettőkor is el kell utasítani a szerhasználatot. Hazánkban közel 20 ezer drogfüggő él, nagy a kontraszt a két csoport között, azok között, akik már kipróbáltak valamilyen szert, és azok között, akik függők. Egy-két alkalomtól ugyanis nem lehet valakit rögtön függőnek titulálni, a függők pedig egész életükre azok maradnak. Zaher Gábor hozzátette, olyan lehet, hogy egy drogfüggő x év óta szermentes életet él, de a kockázat ott marad az életében. Nem csak a drogfüggőség veszélyezteti a fiatalokat. Európa legnagyobb és legátfogó vizsgálatának adataiból kiderül, hogy van két dolog, amiben a magyar fiatalok kiemelkedőek. Az egyik, hogy Magyarországon fogyaszták a legtöbb alkoholt a 16 éves fiúk, a 16 éves lányok harmadik helyen állnak. Valamint hazánkban dohányoznak a legtöbben a 16 éves korosztályban, az európai országok közül. Zaher Gábor azt is hozzátette, az elrettentő politika nem hatásos hazánkban az elmúlt évek tapasztalatai alapján, sem a cigis dobozok feliratai, sem a ráírt szöveg. Svédországban egy mondattal 30%-kal csökkentették a dohányzók arányát a két felmérés időtartama között. Ez a mondat annyi volt, ha dohányzol, büdös leszel. Zaher Gábor beszélt még a generációk közötti szakadékról, valamint a számítógép és telefonfüggőségről is Nyíregyházán.